Köszöntöm kedves nézőinket, stúdiónk vendége, dr. Étvári Bence, a Belügyminisztérium államtitkára, miniszterhelyettes. Köszöntöm itt a Karcag Televízió stúdiójában. Kedves csokon, szép napot kívánok! Államtitkár úr, egyre rémisztőbb helyzetet hallunk a déli határ vidékről. Egyre több migráns szeretne jogtalanul átlépni hazánk területére, és a rendvédelmi szervek pedig egyre elszántabban, egyre több erőfeszítést tesznek ennek megakadályozására. Miért fontos a migrációval foglalkoznunk? Ugye ezt látjuk, hogy tulajdonképpen azért küzdenek nap mint nap, napi 24 órában télen nyáron a magyar határvadászok és a magyar rendőrök, hogy annak a káros hatásait enyhítsék, amit Brüsszelben indítottak el, mert tulajdonképpen ezek az emberek azért jönnek át a magyar déli határon, azért akarnak átjönni a magyar déli határon, mert azt hallották, hogy európai vezetők, a német kancellártól az Európai Bizottság elnökéig, mindenki azt mondja, hogy itt willkommenskultúr van, hogy szükségünk van a migrációra, szükségünk van a bevándorlókra, hogy itt egy bevándorló barát kormányzatot kell létrehozni Európában is, és nekik mindenféle kényelmi szolgáltatásokat kell nyújtani, és ezt olvassák valahol Észak-Afrikában, ezt olvassák vagy a Közel-Keleten, és azt mondják, hogy de hát itt várnak minket, itt mindenféle szociális juttatások lesznek, hát akkor miért ne indulnánk el? Viszont nem úgy állnak ehhez hozzá, mint ahogy egy európai ember, hogy ilyenkor fogja az útlevelét, zsebre teszi, viszi magával a bizonyítványait, és felszáll a repülőre, vesz egy repülőjegyet, és elutazik abba az országba, nem ők embercsempészeknek a közreműködésével érkeznek Európába, már pedig nagyon drága mulatság egy embercsempész. Egy repülőjegy körülbelül 200 000 forint, egy embercsempésznek pedig 2 millió forinttól 5 millió forintig terjedő munkadíjat kell kifizetni, tehát 10-szer, 20-szor annyi összeget kell fizetni, ha valaki illegálisan akar Európába jönni, mintha legálisan jönne. De ennek ellenére, hogy iszonyatosan drága az embercsempészekkel jönni, mert az még egy magyar embernek is egy szép összeg, 5 millió forint, és ezt tömegével ezres és százezres nagyságrendben fizeti ki folyamatosan az embercsempészeknek, csak az idejében már több mint 173 ezer illegális határátlépési kísérletet hiúsítottak meg a magyar határvadászok, a magyar rendőrök, és hát az előző évben is ez több mint 200-240 ezer kísérlet volt. Tehát itt óriási tömegben érkeznek, akár a nyugat-balkáni útvonalon, itt ugye a Törökország, Németország embercsempészeti díj az 5,2 millió forint, hogyha valaki a teljes útra fizet be az embercsempészeknél, de jönnek a tengeren is, Olaszország felé, Spanyolország felé, tehát folyamatosan mindenhonnan jönnek, de ennek egy oka van, hogy Brüsszelben azt mondták, hogy gyertek, és ha Brüsszelben azt mondták, hogy gyertek, és itt nektek jó lesz, és hallják az ismerősöktől, hogy lakást kaptak, olyan szociális ellátást kaptak, amire nem is álmodtak, annyi pénzt kapnak, illegálisan lehet bejönni, illegálisan lehet Európában tartózkodni, úgy amikor volt a tragikus terror merénylet, amikor két embert, két svéd szurkolót lelőttek Brüsszelben, hát az az ember 12 éve idézőjelben bujkált, de nem is kellett bujkálnia, csak úgy illegálisan tengődött, kétszer börtönben volt, de akkor se taloncolták ki Európából, hanem mindig kapott egy újabb esélyt, mert hát ő migráns, ő nem azért van börtönben, mert bűncselekmény követette, hanem hát neki olyan körülményei vannak, hogy hát ebből börtönbe került, ezért mindenki elnéz nekik mindent. Ezért van olyan állapot Európában, ami fenntarthatatlan, ráadásul ezeknek a szociális segélyeknek egy jó része visszamegy a Közel-Keletre, visszamegy Észak-Afrikába, azért, hogy a család következő tagjának az embercsempész díját fedezze, tehát a szociális segélyekből fedezzük azt, hogy még több embernek lehessen szociális segélyeket fedezni. Ezért van ilyen állapot a déli határnál, és mivel óriási üzlet az embercsempészet, azért gondoljanak bele, hogy 5 millió forint egy-egy ember után, és 20 ember van ilyen kis furgonban, amit megállítanak sokszor, az egy 100 milliós összeg, ami abban a furgonban díjként felelhető. Tehát ezért egyre agresszívebbek, egyre nagyobb bevétel, egyre nagyobb szervezetek próbálják rátenni a kezüket, és sajnos ugye a tálibok, Afganisztánnak ugye az újbóli hatalomgyakorló törzse, szervezete, terrorszervezete, sokféleképpen lehet mondani, ők is megjelentek a déli határnál, és átveszik a hatalmat, a helyi kis királyokat, hogy így mondjam, letörlik, tehát ez egy bandaháború az alvilágban, és sajnos, akik korábban a kábítószerkereskedelemből éltek jól, most az embercsempészetből akarnak jól élni, de hát ezért volt már a nyártól kezdve sokkal többször fölbukkantak a fegyverek, ezért voltak sokkal agresszívabbak, ezért érte több támadás is a rendőröket, a határadászokat, mert itt bizony ilyen emberekkel kell már farkas szemet nézni. Mielőtt a következő kérdésemet megfogalmaznám, engedje meg, hogy egy helyi hivatkozással vezessem föl.
Az 1800-as évek végén itt Karcagon született Györfi István, híres néprajz kutató, és ő már akkor megfogalmazta, ugye ez több mint 100 évvel ezelőtt volt, hogy volt egy ilyen gondolata, hogy Európa nem arra kíváncsi, hogy mi magyarok mit tudunk átvenni az európai kultúrából, műveltségből, hanem hogy mi mit tudunk hozzáadni az európai műveltséghez. Tehát ő már akkor megfogalmazta, hogy fontos hazánknak a szuverenitása, és hogy a magyar népi kultúrát megőrizzük már akkor az 1800-as évek végén, 1900-as évek elején itt Európában. Én úgy gondolom, hogy ez a gondolat örökérvényű, és vonatkozhat minden egyes területre hazánkban. Ez a régi-régi gondolat, most a 21. században, hazánkat nézve és az európai közösséget nézve, hogyan értelmezhető, és miért fontos az, hogy most is megőrizzük a szuverenitásunkat? Mondhatunk 100 éves gondolatokat, de mondhatunk 1000 éves gondolatokat, hiszen Szent István is mindenkit, aki a magyar szuverenitást meg akarta sérteni, jöhetett a német-római császárság irányából, jöhetett Bizánc irányából, ha kellett, akkor diplomáciával, ha kellett, akkor pedig fegyverrel is kiűzte őket, és nem engedte, hogy befolyást gyakoroljanak Magyarországon. A szuverenitásunkat jelképezi hát a Szent Koronának is a zártsága, ugye? Nem egy nyílt koronánk van, hanem van egy teteje a koronának, ami mutatja, hogy ez egy önálló ország. És 1000 éve minden nemzedéknek ezért meg kellett küzdeni. Volt, amikor a törökök veszélyeztették, volt, amikor a Habsburgok, volt, amikor sikerült megvédeni, volt, amikor egyes korszakban nem sikerült megvédeni, de utána újra fellángolt a szuverenitás iránti vágy, hiszen ez az alapállapota minden nemzetnek. Vagy minden embernek alapállapota, hogy szabadnak születik, úgy minden nemzetnek az alapállapota, hogy független nemzet, független ország. Ezt kell mindig megvédenünk, és azt látjuk, hogy ma ismételten egy szerencsére csak diplomáciai úton, és nem úgy, mint sokszor a történelemben, hogy akár hadi úton, de meg kell védeni az országunk függetlenségét, mert azt látjuk, hogy azok, akik hibás döntésre halmoztak az elmúlt években, mert olyan döntéseket hoztak Brüsszelben, amivel az angolokat elvesztettük az Unióban, mert annyira beképzeltek voltak, annyira lekezelőek voltak a britek, hogy azt mondták, hogy ők hát mégiscsak egy világbirodalom voltak, ők nem tűrik el ezt a hangnemet, ahogy velük bánnak Brüsszelben, és hogy nem veszik figyelembe az ő érdekeiket, ezért fogták és kiléptek az Unióból. Azok, akik a járványkezelésben tényleg nem igazán voltak segítségünkre, mert az országok tudták megvédeni a polgáraikat, az uniótól ez segítséget elég keveset kaptak. Az az unió, amelyik egy háborút fűt már most már másfél éve, mert nem a fegyverszünetre és a békére törekszik Európában, hanem a háborúnak a további folytatásához ad fegyvert, ad pénzt, erőforrást, titkosszolgálati információt, sok mindent. Nem ahhoz a titkosszolgálati információt, hogy béke legyen, hogy fegyverszünet legyen, nem ahhoz nyújt diplomáciai nyomást, hogy üljenek le a felek tárgyalni az oroszok, az amerikaiak, meg az ukránok, és így legyen béke. Nem ezzel foglalkoznak a háború szításával. Tehát hibás döntés után hibás döntések jönnek. Ráadásul leírták nekünk, hogy a rezsicsökkentést folyamatosan ki kell vezetni, mert mindenfajta energiárkompenzációt ki kell vezetni. Beleírták az ország specifikus ajánlásba és a különböző levelek, vagy a kamatstoptól kezdve különböző magyar embereknek nyújtott kedvezményekig, vagy az extra profit adóig mindent ki kell vezetni Magyarországon. Tehát nem a jó tippeket kapjuk Brüsszelből, nem a segítséget kapjuk, hanem ezeket az emberek számára józan észre felfoghatatlan javaslatokat kapjuk, hogy ami jó az embereknek, azt vezessük ki. És helyette pedig fizessünk többet nekik, hogy ők azt odaadják Ukrajnának, és még több ember halljon meg a háborúban, ami józan észre felfoghatatlan. És ők akarják a mi szabadságunk egy részét elvonni, Magyarország hatásköreinek vagy lehetőségének egy részét. Mi ezt természetesen nem adjuk, mert vannak racionálisan együtt gyakorolt közös jogkörök, mondjuk közös külső vámok, azért, hogy belső egységes piac legyen Európában, vannak hasznos dolgok, de ezek már értelmetlenek a mi szempontunkból, mert ők, amikor ilyesfajta területre tévednek, rossz elvárásokat fogalmaznak meg velünk szemben, és hogyha elvennék ezeket a jogosítványokat az országtól, hogy ők diktálhatnának, hát sokkal rosszabb helyzetben lennének az emberek. Hát nem lenne holnaptól rezsicsökkentés? Mindenkinek a sokkal magasabb kamatot, a kamatstop fölötti kamatszintet kéne fizetni, hogy nem lenne a költségvetésnek bevétele az extra profit adóból, és azt akkor az emberektől kéne beszedni. Hát ez mind rosszabb helyzetbe hozna Magyarországot. Ezért kell megvédenünk a szuverenitásunkat, mert ott nem látják, vagy nem is akarják látni, hogy nekünk mi az érdekünk. Sajnos úgy látjuk, ott
egyrésztről a globális liberális érdekeket látnak, másrésztről a nagy cégeknek, a nagy nemzetközi cégeknek az érdekét látják. És ezért nem fizetik ki nekünk az uniós forrásokat, meg hát azért, mert nem támogatjuk a háborút, nem támogatjuk a gendert, és nem támogatjuk a migrációt. Ezek állnak emögött, ezért fontos kiállni a szabadságunkért, ezért fontos részt venni a nemzeti konzultációban is mindenkinek. Következő kérdésem is még a migrációhoz kapcsolódik. Mely személyeknek alapjoga a hazánkban való tartózkodás? A magyar embereknek. Ilyen egyszerű, és mivel az uniónak is részesei vagyunk, ezért az uniós polgárok is ugyanúgy bejöhetnek Magyarország területére, mint hogy a magyar emberek is elmehetnek bármelyik másik uniós állam területére. De azért is fontos ez a mondat, és nyilván nem véletlenül kérdezte, mert pontosan benyújtottunk egy teljesen új és szigorú idegenrendészeti törvényt. Nincs most már vendégmunkás törvény, semmilyen más szabályozás, csak egy szigorú idegenrendészeti törvény van, amelyik deklarálja azt, hogy Magyarország területén csak a magyaroknak van joga tartózkodni, meg az uniós polgároknak, rajtuk kívül harmadik országbeli állampolgár, így hívjuk azt, aki nem magyar és nem uniós, hogy harmadik országi polgár, nekik nincs joguk Magyarország területén tartózkodni. Tehát az unióban más se hallunk, mint hogy mindenkit be kell engedni, itt kell elbírálni a kérelmet, segítséget kell neki nyújtani, szállást kell adni, szociális juttatást kell adni, azt mondjuk, hogy nem. Mindenki tartsa be a törvényeket, a törvények szerint érkezhet bárki, a törvények megszegésével nem jöhet senki, ha mégis valaki úgy jön be, akkor azt szépen visszaküldjük a határon, vagy hogyha úgy tovább marad itt, mint maradhatna, akkor pedig idegenrendészeti őrizetbe kerül, és az őrizetből küldjük vissza abba az országba, ahonnan érkezett. Ebben a legszigorúbb szabályokra van szükség. Nincs többé semmilyen olyan tartózkodási engedély, amely határozatlan időre szól, nincs olyan tartózkodási engedély, ami automatikusan meghosszabbítható, és az is fontos, hogy semmilyen magyar állampolgárnak nem lehet hátrány abból, hogy egy külföldi itt van. Hát a magyar embereknek csak előnye lehet minden kormányzati lépésből, és ha ide jön valaki, aki közbiztonságra veszélyt jelent, az illegális migránsok, azt nyilván nem fogjuk beengedni. De úgy is jelenthet veszélyt, hogy valakinek a munkáját veszi el. Hát ez sem engedhető meg. Erre két garancia is van az új törvényben. Egyrésztről több tartózkodási engedély, munkavállalási célú tartózkodási engedély nem adható ki, mint ahány üres álláshely van. Tehát, hogyha van x 10 000 álláshely, akkor annyi x 10 000 engedély adható, és hogyha már valakinek, nem tudom, novemberben az X10000 plusz egyediket kellene kiadni, akkor ő nem fog kapni. Mert annyian vannak itt, ahány üres álláshely van. A másik pedig, hogy csak olyan álláshelyet tölthetnek be, amit igazoltan magyar emberrel nem sikerül betölteni. Tehát azon a módon, hogy ezt meg kell hirdetni, itt két hatóságnak kell együttműködni, hogyha ők keresnek erre magyar embert, akik ugye nyilván náluk listában is vannak véve, hogy kik az álláskeresők, hogyha nem találnak arra a munkakörre magyar embert, akkor lehet külföldit behozni, de ha van rá magyar ember, akkor egyetlen magyar ember munkáját sem veheti el külföldi. Ugye Brüsszel a saját eljárásrendjét is mellőzve áterőltette a migráns paktumot, és ugye elfogadta. Mi ezzel Brüsszelnek a célja? Ugyanis ebből az következik, hogy így egyre több migráns fog özönleni Európába. De mi lehet a célja ezzel Brüsszelnek? Egyértelműen a migráció ösztönzése a cél. Bár mindenki látja ennek a közbiztonsági kockázatát, aki nyitott szemmel jár az utcán, és most már a hírekben sem lehet sokszor elhallgatni a terrormerényleteket. Hát azért az elmúlt években, 2015 óta, 2000 ember lett a terror áldozata Európában. A legfiatalabb fél éves volt, a legidősebb pedig 90 év körül. Tehát iszonyatosan sok terrormerénylet történik Európában, amihez nem voltunk hozzászokva. Tehát mindenkinek látnia kéne, hogy ez a közbiztonság milyen negatív hatást gyakorol, hogy romlanak a bűnözési statisztikák, de hát az iskolákban is, hogy romlanak a statisztikák, mert az iskolában, meg aztán teljesen más kultúrájú gyerekek ülnek ott. Tehát hogy lehet matematikát tanítani úgy, hogy az osztály egyik fele még németül se ért igazán. Lemennek az udvarra, ott összeverekednek az egyik arab országból érkezők a másik arab országgal, akikkel nincsenek jóban. A szülő értekezletre rendszeresen tolmácsot kell hívni, mert nem tudnak a szülőkkel beszélni a tanárok. Hát ez azért elég erős versenyképességi hátrány, hogy ahol tanulni kéne, ott nincs idő tanulni, mert az integrációra megy el az idő. Tehát mindenki látja, hogy milyen nehézségek vannak, ennek ellenére Brüsszelben. Egyrészt, mert ez ilyen valláspótlék nekik, hogy be kell hozni a migránsokat, valamelyes történelmi lelkismeretfordulás. Hát azért érnek olyan jól, hát végigmegy valaki Párizson, Londonon, vagy akár még Spanyolországban is, Madridon, hát azért gyönyörűek azok az épületek, azért gyönyörűek azok a fővárosok, mert a világ minden részéről összerabolták azokat a javakat, elvették az emberektől az ásványkincsüket, töredékáról fizettek a munkájukért, ami eredményt elértek, azt is elvitték tőle, pénzt vittek el tőlük, a britek ópiumot vittek egész Kínába, tehát azért élnek olyan jól, mert évszázadokon keresztül ezeket az országokat gyarmati sorban tartották, vagy valami hasonló módon teljes mértékben a kereskedelmüket
aránytalan mértékben lefölözték, és ezért lehet, hogy van valami lelkiismeretfurulásuk is, ezért az a térdelő, BLM, meg hasonló mozgalmak. Ez is van benne, meg az is, hogy azt gondolják, hogy ebből majd munkaerő lesz, de most már látható, hogy munkaerő ebből nem lesz, mert nem dolgozni jönnek sokan, hanem elsősorban a jóléti juttatásokért érkeznek. De ettől függetlenül ez a nagy lendület megvan Brüsszelben, és egy másik oka is van annak, hogy miért olyan nagy a migráció párti lendület, mert ezt sokszor ki is mondják, egyre többször, hogy félnek attól, hogy az európai parlamenti választásokon jövő nyár elején, ők úgy hívják, hogy a populisták majd előre törnek, itt nyilván ránk meg hasonlókra gondolnak, hogy a populisták majd előre törnek, és akkor nem lehet már minden ilyen javaslatot átvinni. Ezért a saját eljárási szabályokat is megszegik. Egy kávészünetnél rövidebb idő alatt, 20 perc alatt áterőltetik ezeket a javaslatokat, nem veszik figyelembe a nem szavazatokat, azt mondják, hogy nem kell konszenzusra törekedni, elég a minősített többség, nem kell egyetértés, már pedig ezek a kérdések 100%-os többséghez, tehát teljes egyetértéshez kötöttek, hiába ellenzi Magyarország, Lengyelország, hiába tartózkodik még jó pár ország, ezeket a szavazatokat egész egyszerűen nem veszik figyelembe, csak azért, hogy a migrációs paktumokat áterőltethessék. Hogyan látja államtitkár úr, hogyan hatna Magyarországra, és itt most szűkebb hazánkra is a nagykunsági emberekre, hogyha a Brüsszel terve végrehajtásra kerülne, és migráns gettók kerülnének kialakításra? Ugye az van Brüsszel tervében, hogy Magyarországnak kell az összes európai uniós kérelem, az összes, tehát az teljes, minden országra, tehát Portugáliától Észtországig minden kérelemnek a 28,3%-át elbírálni. Tehát majdnem minden harmadik európai uniós kérelmet itt Magyarországon kéne elbírálni. Tehát ez teljes eszement ötlet. Hát egyrésztről van előttünk európai uniós ország a Balkánon, Görögország és Bulgária. Tehát ott kellene ezeket a kérelmeket elbírálni, nem Magyarországon. Másrésztről pedig kinek jut eszébe, hogy tényleg itt Közép-Európában, egy Közép-Európai országban Magyarországon kell minden harmadik embernek a kérelmét elbírálni. Teljesen a valóságtól elrugaszkodott javaslat ez, de ez van benne, ez azt jelenti, hogy párhuzamosan több tízezer embernek a kérelmét kéne elbírálni. No, de nem mindenkinek kéne határon elbírálni a kérelmét, hanem aki fiatalkorúnak mondja magát, azt be kell engedni, és utána majd megkapja postán az engedélyt, vagy az elutasított határozatot. Aki azt mondja, hogy kiskorúval együtt érkezik, azt is át kell engedni a határon, pár három nap után, és majd valamikor itt benne kapja az engedélyt. Aki túl sok időt várakozik a határon, azt is be kell engedni, mert nem lehet túl sok ideig várakoztatni a határon. Aki olyan országból mondja magát érkezőnek, amely országból általában megszokták adni ezeket az engedélyeket, azokat is be kell engedni, és majd utólag kell elbírálni, hogy van-e joga belépni az Unióba. Hát teljes felfordított piramis. Előbb engedik be, eszerint, és utána nézik meg, hogy van-e joga belépni. Tehát ez teljesen józan észtől elrugaszkodott terv, és ez azt jelenteni, hogy itt valóban Karcagon is, és a környékén is minden településen már előfordulnának illegális migránsok. Ugye Brüsszel már szinte minden településre le is telepítene illegális migránsokat, és nyilván ők azt akarnák, hogy az összes bezárt korábbi menekültáborokat nyissák meg újra Magyarországon, és itt ezeket a kérelmeket bírálják el. Hát mi ezt teljes mértékben utasítjuk. Tehát, hogy ők kitalálnak valamit, és aztán ennek az ára, tehát a magyar emberek fizessék meg, tényleg az összes többi ország a kétharmadát bírálja a kérelmeknek, tehát 25 ország, és egy ország, Magyarország meg az egyharmadát. Miközben nem hozzánk jönnek elsősorban, nem mi vagyunk a frontország, nem is vagyunk az első ország, és nem is mi vagyunk a célország, de ennek kéne minden harmadik kérelmet nálunk kéne elbírálni, ezért alakulnának ki migráns gettók, mert akik megérkeznének, leadnák a kérelmüket, ott nyilván tízezeres nagyságrendben tornyosulnának fel az emberek. Mi ezt nem fogjuk hagyni, tehát nem lesz Lampedusa 2 sem ott valahol Röszke környékén, sem Debrecen környékén, sem Karca környékén, sem Bicske környékén, sehol máshol. Mi nem szólunk bele, hogy mások hogyan élnek, tőlünk akár fordítsák fel a saját népesedési viszonyaikat, és legyenek a saját országokban előbb-utóbb kisebbségben, hogyha nekik ez a jövőképük, de mi Magyarországon 1100 éve itt vagyunk, megküzdöttünk ezért hazáért, nagyon sok vérünk és verejtékünk van benne, hogy a Kárpát-medence meghatározó ország és nemzete legyünk, úgyhogy ezt nem szeretnénk egy ilyen migrációs, rosszul meghozott döntéssel feladni. Bízunk benne, hogy ez nem is fog megvalósulni. Rétvári Bence államtitkár úr, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm. Kedves nézőink, köszönöm szépen a figyelmüket!